a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Majdnem mondanám, hogy tisztelt jegybankelnök úr, de hát rögtön adódik a kérdés, hogy hová tűnt Matolcsy György. Mert nagyon kiváló, hogy itt ül valaki, elnézést, de én azt sem tudom, hogy kicsoda, aki nyilván a jegybank alelnöke, de azért ezt a szemtelenséget nem sok közjogi szereplő engedte meg magának, hogy elmondja a beszámolóját, majd utána elhagyja az üléstermet. Szeretném megjegyezni, hogy nem volt olyan rég, egész pontosan egy héttel ezelőtt, amikor a kúria elnöke, az országos bírói hivatal elnökasszonya és a legfőbb ügyész úr beszámoltak. Mind a hárman, én azt gondolom, nem kisebb szereplői a magyar közjogi életnek, mint Matolcsy György. Mind a hárman végigvárták a vitát, és válaszoltak a vitára elhangozottakra. Ez a kép, ami itt fogad bennünket az országgyűlésben, hogy vita Matolcsy György beszámolójáról Matolcsy György nélkül, ez pontosan mutatja azt a helyzetet, amiben Matolcsy György elszabadult hajóágyuként az egész jegybankot navigálta. Először is ott kezdeném a történetet, hogy olyan beszámolókról tárgyalunk, amiket a jegybank felügyelőbizottsága el sem fogadott. Egy olyan időszakról beszélünk, amikor legalább egy évig törvénytelenül működött Magyarország központi jegybankja, tudnék nem volt felügyelőbizottsága. Ráadásul úgy nem volt felügyelőbizottsága, hogy a törvény által előírt felügyelőbizottság hatásköre csak a szigorúan vett monetáris politikára korlátozódott és korlátozódik, miközben, időközben, nem állítom, hogy helytelenül, de a jegybank megkapta a felügyeleti funkciókat is. Az LMP ezért indítványozta már tavaly, hogy úgy módosítsuk a jegybanktörvényt, hogy a felügyelőbizottságnak a mandátuma terjedjen ki a jegybank felügyeleti funkcióira is. Az élet sajnálatos módon igazolt bennünket, hiszen lehet, hogy ha és amennyiben van egy működő felügyelőbizottsága ennek az elszabadult hajóágyúnak, és ez a felügyelőbizottság a jegybank felügyeleti tevékenységét is vizsgálni tudja, akkor lehet, hogy kevesebb magyar állampolgárt kopaszt meg a brókerbotrány, lehet, hogy el lehetett volna kerülni sok-sok családnak az elnyomorodását a Questor botrányba, illetve a többi, a Budakes és a többi broker botrány kapcsán. Egy valamit szeretnénk előre leszögezni. A jegybank által követett monetáris politikát alapvetően helyesnek tartjuk. Nem ezzel volt vitánk soha. Olyannyira helyesnek tartjuk, hogy az LMP már az alakulását követően vitában állt azzal a monetáris politikával, amit a Simor-féle jegybank folytatott, és csodálkozunk azon, hogy a szocialisták még ma is az erős forintot sírják vissza. Még egy pillanatra hadd lépjek vissza ahhoz a helyzethez, ami itt viszont szimbolizál Matolcsy György hiánya az ülésterembe. Egy dolog az a meglehetősen sajátos, és akkor azt hiszem finoman fogalmaztam, szerepfelfogás, amit Matolcsy György magának tud, de lássunk világosan, az igazi baj ott van, hogy hiába változik a világ, hiába vannak nagyon komoly folyamatok a globalizálódó gazdaságban, továbbra is szerte Európában szent tehén a demokratikus intézményektől független monetáris politika. Ezt az egész szerepfelfogást Matolcsy György egy olyan környezetben engedheti meg magának, ahol az Európai Unióban van egy Európai Központi Bank, amelyik a demokratikus intézmények által nem elszámoltatható, egy olyan Európai Központi Bank, amelynek vannak jogosítványai a különböző nemzeti bankok tekintetében, és van egy olyan elszámoltathatatlan Európai Központi Bank, amelyik közben mégis megteheti azt, hogy demokratikusan választott kormányok torkán lenyom olyan gazdaságpolitikát, amire a választópolgárok a demokratikus kormánynak nem adtak felhatalmazást. Ez a puccszerű manőver történt az Európai Központi Bank részéről idén nyáron Görögországgal szemben, és ezt próbálják most megjátszani Portugáliában is. Tehát egy olyan környezetben szaladgál Matolcsy György, ahol sajnálatos módon az európai trend is az, hogy a monetáris politika nemhogy nem elszámoltatható a választópolgárok által Európában, hanem éppenséggel az Európai Központi Bank az, amelyik mindenféle demokratikus felhatalmazás nélkül úgy gondolja, hogy jogában áll választói akaratot, választói felhatalmazást átírni. Mondom még egyszer, éppen ennek lehetünk tanulni most Portugáliában is.
Azt gondolom, hogy helyes önmagában az az antiinflációs politika, amely egyébként csökkenti a kamatot, és hagyta az elmúlt években gyengíteni a forint árfolyamát. Ennek következtében a magyar külkereskedelmi mérleg soha nem látott többletet mutatott és mutat, és mi ezt a politikát sürgettük már egyébként 2010 előtt is. Minden más viszont, amit a jegybank tett Matolcsy György vezetésével, egészen elképesztő kockázatokat rejt egész Magyarország számára. Önök azt szeretnék elhitetni Magyarországgal, a Magyar Országgyűléssel, hogy a jegybank nyeressége valamiféle zseniális művelet sorozatnak a gyümölcse, és Matolcsy György, amikor bezsákolja magának a festményeket és a kastélyoknak, tulajdonképpen ennek a zseniális művelet sorozatnak a gyümölcsét aratja le. Ez nem így van, ez egy durva félrevezetés, előttem Volner János erről már egyébként ejtett szót. A nyeresség abból fakad, hogy a korábbi években a jegybank devizatartalékait egy erősebb árfolyamon halmozta föl, a korábbi jegybankvezetések, nem csak a Simor, hanem a Járai féle jegybankvezetés is egy nagyon ortodox, neoliberális monetáris politikát folytattak. A nyereség nem más, mint a korábbi erősebb forintárfolyam és a Matolcsy féle jegybank által megvalósított, ismétlem helyesen megvalósított, gyengébb forintárfolyam különbözete. Magyarul arról van szó, ha én, mint jegybank, 230 forintért vettem egy eurót, és azt az egy eurót most eladom a jelenlegi 310 forintos árfolyamon, keletkezik egy 80 forintos, tehát a 310 és a 230 forint közötti különbözetnek megfelelő nyereségem. A Simor-féle jegybank erős forintért vette a tartalékot, a Matolcsy-féle jegybank pedig az gyenge forintért adja el. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, ez rendben is van. Ami azonban nincsen rendben, az az, amit a nyerességgel tesznek. Ahogy azt a nyerességet elképesztő dilettantizmussal, felelőtlenséggel, teljes mértékben törvénytelenül elkótyavetjélik. A törvénytelenségről majd még ejtenék pár szót, tudnélik, szemben az előbb elhangzottakkal én továbbra is állítom, hogy egész egyszerűen nincsen törvényi felhatalmazása a jegybanknak arra, amit az elmúlt egy évben művelt. A kérdés igazából az, hogy milyen monetáris hatása van ennek az álmokfutásnak, amit Matolcsy György folytat. A probléma az, hogy az, ahogyan a jegybank az így képződött, tehát nem valami zseniális műveletek miatt, hanem éppen az egyébként helyes monetáris politika és a korábbi helytelen monetáris politika különbözete miatt képződött nyerességet elkútyavetjéli, ez éppen az egyébként helyes monetáris politikának a mozgásterét szűkíti. Mi lesz ugyanis akkor, hogyha ennek az antiinflációs hullámnak a végére érünk? Mert ugyebár mindennek vége lesz egyszer, az lesz, hogy a jegybank kénytelen lesz kamatot emelni és a forintot felerősíteni épp úgy, mint ahogy azt annak idején Járai Zsigmond is tette, amikor a magyar infláció kétszámjegyű volt. Csak hogy ebben az esetben a Magyar Nemzeti Banknak épp úgy automatikusan vesztessége fog keletkezni, ahogyan most nyeressége keletkezett a gyengüléssel. És akkor mit fog tenni? Hiszen nem lesz meg a realizált nyeresség, amit pontosan nem véletlenül ír elő a törvény, hogy ott kell tartani a jegybankban, nem lesz más választása, nem lesz ott a nyeresség a sufniban, kénytelen lesz a nemzetgazdasági miniszterhez, tehát a költségvetéshez fordulni. Tehát rövidre vágjam, ennek az álmokfutásnak az árát, tehát amelyik arról szól, hogy a jegybanknak az egyébként helyesen követett monetáris politika az árfolyam különbözet miatt képződött nyereségét elkótyavetjélik Matolcsy György szellemi birodalmának a megépítésére, elkótyavetjélik festményvásárlásra, elutalják offshore paradicsomokba, hogy nagy ingatlanokat vegyenek a pesti belvárosban. Na, ennek az álmokfutásnak az árát önök a magyar adófizetőkkel fogják megfizettetni. Ehhez önök is asszisztálnak, Holik képviselő úr, Bánki képviselő úr, mert abban a pillanatban, mint biankó csekket adnak Matolcsy György számára, nem kérik számon, hogy hová tűnik a nyereség, kockáztatják azt,
hogy amennyiben véget ér a jelenlegi antiinflációs ciklus, nem lesz ott a tartalék, nem lesz ott a tartalék a jegybankban, magyarul a költségvetés, azaz az adófizető állampolgárok fogják azt kipótolni. Tehát magyarul jelenleg hiányzik a jegybank tartalékából az a pénz, ami elment festményekre, kastélyokra, különböző alapítványokra, és hogyha a jegybank megszorul, mert változik a ciklus, ezt a pénzt, ezt a tartalékot a magyar adófizetők lesznek kénytelenek kipótolni. Az LMP támogatta annak idején azt, hogy a felügyeleti hatóságot olvasszák be a jegybankba, de nyilvánvaló azt gondolom, hogy a 2015 tavaszi fejlemények alapján, hogy a csalódás jelentős. Reméljük azt, hogy a jegybank nem vitatja azt a Széchenyi féle megállapítást, hogy hitel nélkül nincsen gazdasági fellendülés. És nem vitatják azt sem, hogy az utóbbi év pozitív GDP adatai kizárólag a multiknak és az uniós támogatásoknak tulajdoníthatók, hiszen éppen ennek a ténynek a felismerése vezette Matolcsy Györgyöt a növekedési hitelprogram bevezetéséhez. De ez a program szerény eredménnyel jár, egész egyszerűen azért, mert amíg a magyar pénzügyi közvetítői rendszer nem képes a honi, ismétlem, a honi ipari mezőgazdasági szektor jogos és józan igényeit ellátni, addig nem lesz kellő hitel a magyar nemzetgazdaságban. A hazai gazdaság azért is sorvad, mert a jegybank, amelyik most már birtokában van a felügyeleti funkcióknak, nem képes a pénzügyi rendszert talpra állítani, miközben az olcsó munkabére játszó multinacionális cégek száguldanak a magyar gazdaságban. Ahelyett, hogy a multik és az uniós támogatások eredményét tükröző GDP számokkal dicsekednének, itt az ideje, hogy a pénzügyi rendszer hitelnyújtó képességét rendbe tegyék, mielőtt még a kivándorlás és a hitelszűke kiszáradás miatt a magyar nemzetgazdaság végzetesen elsorvadna. Tisztelt Országgyűlés! Még egyszer szeretném leszögezni, hogy önmagában a kamatcsökkentési politikát, a gyengébb forint politikáját, elvben a hitelezési bankszektor élénkítési politikát, az aktívabb gazdasági szerepvállalást támogatni lehet. Önmagában az, hogy szakítottak a neoliberális ortodoxiával, ami egyébként Európában szerte népszerű akár néppárt, akár a kaviár baloldal kormányoz európai országokat, ez természetesen üdvözlendő. Ezen kívül viszont gyakorlatilag semmi pozitívum nincsen az önök politikájában, sőt, ahogy az imént elmondtam, minden egyéb eleme a monetáris politikának, illetve Matolcsy György álmokfutásának az egyébként helyes monetáris politika elé is kőkemény akadályokat gördít. A Nemzeti Hitelprogram 1 és 2 sokkal kevésbé hatásos, mint ezt önök elképzelték. Az NHP 70%-át hitelkiváltásra, nem pedig új beruházásra használták a vállalkozások. Nem volt számottevő hatása sem a beruházásokra, sem a foglalkoztatásra, mivel a vállalkozások fellendülése előtt más erős korlátok vannak. Szólni kell a jegybank alapítványok államkötvény vásárlásairól. Csatlakozva ahhoz, amit Tóth Bertalan elmondott, a helyzet az úgy áll, hogy a jegybank pénzéből létesített alapítványok államkötvény vásárlásaikkal de facto az uniós tilalom alá eső monetáris finanszírozást valósítanak meg. A probléma az, hogy ennek előbb-utóbb meg lesz a bőtje, tehát erre építeni egy gazdaságpolitikát, ez pontosan az, amit Matolcsy György egyébként pénzügyminiszterként is folytatott, futóhomokra építenek, abban a pillanatban, hogyha Magyarországgal szemben megállapítást tesznek uniós szervek, ezzel a politikával fel kell hagyni. Ami a felügyeleti tevékenységet illeti, én azt gondolom, hogy a tények önmagukért beszélnek, azok a tények, amiknek itt szomorúan tanúi lehettünk az elmúlt hónapokban. Kezdeném a Széchenyi Bank bukásával. Ez a bank tele volt tömve NHP-s hitelekkel, vezetője egy nagyon is tűzközeli oligarha volt. Jellemző, hogy Töröcskei Istvánt, a Széchenyi Bank és egyben az Államadósság Kezelő Központ volt vezetőjét, még a több milliárd forintos fiktív tőke emelése miatt sem vonta felelősségre a jegybank. A jegybank felügyelete alatt álló pénzügyi cégeknél olyan 100 milliárdos pénzügyi bűncselekményektől hangos a média, amelyekben mindannyiszor részt vettek és érintettek kormányzati szereplők, mit kormányzati szereplők, kormányzati szervek is.
Továbbra sincs válasz arra, több mint fél év eltelt, és továbbra sincs válasz arra, hogy annak idején, február utolsó napjaiban hogyan történhetett meg az, hogy a minisztériumok előbb tudtak a Questor bukásáról, mint a kisbefektetők. Vagy ha a kormány, illetve a minisztériumok erről előbb tudtak, miért nem értesítette a magyar miniszterelnök, a Magyar Jegybank, tehát a felügyeleti hatóság vezetőjét, hogy itt baj van, adott esetben a rendőrséget. Ha ezt megtette Orbán Viktor, akkor miért nem cselekedett február utolsó napjaiban Matolcsy György? És ez fölveti azt a kérdést, amire szintén javaslatot tett az LMP tavasszal, hogy a nyerességet, ami képződik a jegybanknál, két esetben lehet esetleg eltéríteni a kötelező tartalékolási céltól. Az egyik eset az, amikor azt mondjuk, hogy a jegybanknak, mint felügyeleti hatóságnak keletkezhet kártérítési kötelezettsége, például a mulasztásai miatt, és erre is tartalékolni kell, illetve amikor a betétvédelmi, illetve befektetővédelmi alapokat szintén közvetve összefüggésben a felügyeleti hiányosságokkal ki kell pótolni. A másik eset, amire a tartalékolási célon kívül fölhasználható lehet a nyereség, vagy fölhasználható lett volna a nyereség, az egyébként a devizahiteleseknek a helyzetbe hozása. Egyik se történt meg, ellenben azt láttuk, hogy a broker botrányok a jegybankot is készületlenül érték. Mert hogy mi történt például a Questor esetében, van egy 10 millió forintos alaptőkéjű cég, ez a Questor Financial Rurira Kft. Ennek engedélyeztek 2013. szeptember 25-én 50 milliárd forint értékű kötvénykibocsátást. Aztán eljött 2014. november 20-a, a jegybank, dr. Vindis László alelnök SK ismét engedélyez a 10 milliós cégnek 70 milliárdos kötvénykibocsátást. A színfalak mögött ekkora már mindenki tudja, hogy ez egy pilóta játék, ami minden pillanatban bedőlhet. Két és fél hónappal később be is dől. Hol volt a felügyelet két és fél hónap alatt? Erről, mint pénzügyi felügyeletnek tudnilik, rendelkeznie kellett volna információval. Ha nem rendelkezett információval, az a baj. Ha rendelkezett információval, és mégis kiadta az engedélyt, és engedte, hogy a kisbefektetők továbbra is ügyfelei legyenek ennek a cégnek, akkor pedig ez a baj. Mindeközben a jegybank nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy a Questor további, tehát a jelenlegi adatok alapján további 150 milliárd forint értékben adott el hamis kötvényeket, azaz olyanokat, amikre nem kapott engedélyt. A másik történet, amiről beszélnünk kell, ez a közpénzeknek az elkótyavetyülése, és akkor itt álljunk is meg egy pillanatra, mert én úgy tudom, hogy a beszámolójában maga a jegybankelnök, sajnos nem tudom megkérdezni, mert nem tisztelte meg a magyar parlamentet, hogy ezt a vitát végigvárja, maga a jegybankelnök hivatkozott arra nyilván pozitív értelemben, hogy a jegybank közpénzt kezel. Én nem értem Holik képviselő úr és Bánki képviselő úr csodálkozását. Miért kérdés az, hogy a jegybank közpénzt kezel? Miért vitatott az, amit Tóth Bertalan elmondott, hogy a Magyar Nemzeti Bank az egyébként az állami szervezetrendszernek a része? Önök írtak egy alaptörvényt, jegyzem meg, a korábbi alkotmány is ennek megfelelően alkotmányos intézményként megemlékezik a Magyar Nemzeti Bankról. Közfeladatot látt el. Az, hogy az állam az alaptörvényben és az annak alapján kiadott jegybanki törvényben úgy rendelkezik, hogy egy bizonyos állami funkciót, nevezetesen a monetáris politika irányítását és egyébként a pénzügyi felügyeleti funkciót részvénytársaságba szervezve látja el, ettől még helyesen, ahogy Tóth képviselő úr mondta, a Magyar Nemzeti Bank az állami szervezetrendszer része. Én nagyon csodálkozom, hogy ez egyáltalán vitatott lehet. Kettő, az sem vitatott, hogy közpénzt kezel, az utolsó filléri közpénzt kezel a Magyar Nemzeti Bank. Meg kell nézni azokat a törvényeket 1992 óta, amik a közérdekű adatról és ezzel összefüggésben a közpénz fogalmáról rendelkeztek, nem csak a Magyar Nemzeti Bank, amely állami funkciókat részvénytársasági formába szervezve lát el, hanem egyébként minden köztulajdonban álló cég közpénzt kezel. Ehhez a kérdéshez csak így lehet közelíteni, éppen ezért az, hogy önök, amikor önöknek éppen hasznot hoz az a neoliberális dogma, hogy a monetáris politika független mindentől és mindenkitől, akkor éppen azt mondják, hogy ez nem közpénz, és ne is szóljunk bele, és ne is kíváncsiskodjunk. Amikor éppen önök számára hátrányos, mert nincsenek birtokon belül, akkor pedig az unortodoxiával támadják ezt a dogmatikus felfogást. Közpénzt kezel a Magyar Nemzeti Bank,
és ráadásul ez a közpénzállomány, lássunk világosan, nem csak az áramfolyam különbözet miatt, nem csak az árfolyam különbözet miatt növekedett meg. A Magyar Nemzeti Bank a deviza hitelesek becsapásával legalább 140 milliárd forint, még 140 milliárd forint plusz nyereségre is szertett. Tehát én nem igazán tudom, mire vélni Holik képviselő úr dicsekvését, mert a Magyar Nemzeti Bank nem tett mást, mint meglopta a devizahitel károsultakat. Egész egyszerűen az történt, hogy a korábbi ígéretekkel szembe menve, a Fidesz-KDNP 2009-2010-es választási ígéreteivel szembe menve, a devizahitel károsultakat ott hagyták cserben, hogy egész egyszerűen nem azon az árfolyamon váltották vissza az egyébként teljesen fals, hibás terméken alapuló devizahitelt, amilyen árfolyamon a hitelkárosultak azt annak idején felvették. Az árfolyam különbözet, tehát a felvételkori és a forintosításkori árfolyam közötti különbözetből a Magyar Nemzeti Banknak legalább 140 milliárd forintnyi nyeresége keletkezett, és mi történt ezzel a nyerességgel? Nem a hitelkárosultak kapták meg, még csak nem is a pórójárt kisbefektetők, a felügyeleti hibák miatt pórójárt kisbefektetők kapták meg, még csak nem is tartalékolt a jegybank, hanem az a 140 milliárd forint, amivel meglopták a hitelkárosultakat, elment festményre, és ami még nagyobb szégyen, elment offshore paradicsomokba, amikor önök kastélyokat vásároltak. Úgy költik a jegybank vagyonát, mintha a saját birtokukkal gazdálkodnának. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, a Magyar Nemzeti Bank nem más, mint egy olyan állami szerv, egy olyan alkotmányos intézmény, amit az alaptörvény és az alaptörvény nyomán a jegybanki törvény részvénytársasági formába szervezett. Úgy rendelkezett a Magyar Országgyűlés, az alkotmányozó hatalom, hogy a monetáris politika, illetve a pénzügyi felügyeleti funkciókat céges részvénytársasági formába szervezve látja el a magyar állam. De ettől ez még a magyar alkotmányos intézmény rendszernek a része. És még valami. Én azért állítom, hogy továbbra is törvénytelen az a seftelés, amit Matolcsy György folytat alapítványostul, festményestül, kastélyostul, mindenestül, mert a státusztörvény, a jegybanki törvény világosan leírja azt, hogy milyen tevékenységekkel foglalkozhat a Magyar Nemzeti Bank. Ebben például műkincskereskedelem nincsen. Na most a helyzet az, hogy nem lehet a társasági törvényre, illetve a PTK-ra mutogatni, mert ebben a tekintetben a jegybanktörvény speciális alkotmányos cégről beszélünk, ha úgy tetszik, a jegybanktörvény egy lex speciális. Tök mindegy, hogy általában részvénytársaságok számára mit ír elő a társasági törvény, illetve a PTK ma már, a jegybanktörvényt kell alapul venni. A jegybanktörvény világosan rendelkezik, hogy mire hozza létre ezt a részvénytársaságot a magyar állam, műkincskereskedelem és egyéb seftelések, amiket Matolcsy György folytat, nincsenek ebbe benne. Innentől kezdve az, amit önök folytatnak jegybanki tevékenység címén, több esetben is fölveti bűncselekmény gyanúját. A helyzet az, hogy amikor Matolcsy György 2013 tavaszán átvette az MNB irányítását, a jegybank közvetlen vagy közvetett tulajdonában 5 társaság volt, ez a szám már a 12-re emelkedett. Az MKB megvásárlásával pedig egy egész cégbirodalom ment át az MNB tulajdonában. Ezekben a cégekben egyrészt az igazgatósági és FB helyeket az MNB vezető tisztségviselőivel töltötték fel, másrészt ezzel párhuzamosan a testületi tagságért járó tiszteletdíjak az ekekbe szöktek. De hogy lássuk a jegybank, illetve Matolcsy György szociális érzékenységét, mi mindenre lehet még fordítani a devizahitelesek zsebéből kivett 140 milliárd forintot, hát például arra, hogy míg 2013. decemberében a bruttó átlag jövedelem az MNB-ben 728 ezer forint volt, ez idén márciusra 870 ezer forintra nőtt, ami közel 20%-os bővülés. Ez aztán igazán a családok kormánya, csak éppen azt kéne megmondani, hogy mely családoknak a kormánya. Mellbevágó, hogy közel 70%-kal magasabb bruttó 1,6 millió forint volt idén tavasszal az MNB 93 cégjegyzése jogosult alkalmazottjának havi fizetése, mint a Simor vezetés idején utoljára kimutatott hónapban 12. decemberében az ugyanilyen kategóriában dolgozó 112 főjé. Azon túl, hogy rengeteg pénzt elköltöttek olyan tevékenységekre, amire nincsen törvényi felhatalmazásuk, külön aggályos az, hogy a jegybank
egy alkotmányos intézmény üzleti kapcsolatra lép offshore cégekkel. Ha önök politikájának, gazdaság élénkítő politikájának valóban az a célja, hogy életet leheljenek a honi gazdaságnak, hogy a helyi gazdaságot, a hazai KKV szektort felvirágoztassák, akkor az egyes számú dolog, amit nem lehetne megtenni, hogy bármilyen üzleti kapcsolatra lépnek offshore cégekkel. Az offshorozás, az offshore paradicsomokba kinyúló csápok a magyar államadóság 2,5-szeresétől fosztották meg negyed század alatt a magyar nemzetgazdaságot, ha úgy tetszik, a magyar adófizetőket. Ha tökéletesen ki akarják szárítani a magyar nemzetgazdaságot, akkor további üzleteket kötnek offshore cégekkel. Pontosan a jegybanknak kéne élen járnia abban, akár európai szintéren is, hogy végre az adóparadicsomok felszámolásáért történjenek meg hathatós lépések Európában, Magyarországon pedig az LMP követelésével egyezően tiltsuk meg minden közpénzből gazdálkodó szervezet számára, hogy offshore hátterű cégekkel bármilyen üzleti kapcsolatra is lépjenek. A társadalmi felelősség vállalási programmal kapcsolatban én gyakorlatilag elmondtam mindent. Az, amit önök társadalmi felelősség vállalásnak neveznek, ez maga a társadalmi felelőtlenség. A honi, a hazai gazdaságot kívánják élénkíteni, közben pedig offshore cégekkel üzletelnek, tehát pontosan keresztezik egy egyébként helyes gazdaságélénkítési politikának az útját. Önök akkor, amikor fölélik a jegybank tartalékait, úgyis, hogy közben kifosztják a hitelkárosultakat és futnak a pénzük után a kvesztorkárosultak is, mindezek után úgy élik föl a jegybanknak a tartalékait, hogy ezzel beszűkítik egy egyébként helyes gazdaságélénkítő monetáris politikának is az útját. Összegezve tehát azt tudom mondani, hogy minden, ami egyébként helyeselhető volt az elmúlt évek monetáris politikájában, annak az értékét is nagy mértékben csökkenti az, hogy a tartalék felélése nem pusztán disznóság, nem pusztán törvénytelenség az önök részéről, hanem egész egyszerűen ennek a monetáris politikának a kifutását is akadályozzák. Egész egyszerűen arról van szó, hogy hiába szeretné a jegybank tovább folytatni hosszú távon is a jelenlegi monetáris politikát, ha elmúlik az antiinflációs ciklus, ha vesztességessé válik a jegybank, akkor egész egyszerűen nem lesz hova nyúlni, illetve lesz hova nyúlni az adófizetők zsebébe, kénytelen lesz a jegybank elnöke elzarándokolni a nemzetgazdasági miniszterhez, aki természetesen nem a saját zsebéből fog fizetni, hanem az adófizetők zsebéből. Összegezve túl sokba kerül az adófizetőknek Matolcsy György műkincskereskedelme, túl sokba kerül az adófizetőknek a kastélyvásárlás, túl sokba kerülnek azok az offshore lovagok, akiktől épületeket vásárol a Magyar Nemzeti Bank. És még egy gondolat erejéig azért a társadalmi felelősségvállalás keretén belül itt Matolcsy György szellemi birodalmáról is érdemes néhány szót szólni, csak a korrektség kedvéért. Matolcsy György azt gondolom, még jegybank elnöki időszaka előtt helyesen vette észre, helyesen észlelte azt, hogy a hazai közgazdaságtudományi oktatásban gyakorlatilag kizárólagos szerepe van évtizedek óta a neoklasszikus, neoliberális közgazdasági gondolkodásnak. Helyesen vette azt észre, hogy ahhoz, hogy a magyar nemzetgazdaságnak a mozgástere táguljon, egész egyszerűen be kell vinni új szellemi áramlatokat is a közgazdaságtudományi képzésbe. Valóban tragikus az, hogy ma Magyarországon a közgazdaságtudományi képzésben azokat a kritikai közgazdászokat nem is lehet hallani, Stiglitzet vagy Pikettit, akiket egyébként már Amerikában vagy Németországban oktatnak. Csak éppen egy gond van ezzel, hogy ennek a szellemi váltásnak az előkészítése és az ennek való megágyazás egyrészt nem a jegybank elnökének a feladata. Akkor ne tetszett volna jegybank elnöknek jelentkezni, a Közgazdaságtudományi Egyetem, a Corvinus Egyetem rektoraként ezt a feladatot azt gondolom, hogy törvényesen és hatékonyan meg lehetne, illetve meg lehetett volna oldani. A másik probléma, hogy erre, mint ahogy nagyon sok mindenre, Matolcsy Györgynek nincsen törvényi felhatalmazása. Úgyhogy összegezve én azt tudom mondani, hogy egészen felháborító az a viselkedés, ahogy a Matolcsy György itt hagyta a Magyarország gyűlése jegybank elnökének a beszámolójánál, viszont nagyon pontosan
nagyon pontosan mutatja azt a szereptévesztést, amiben leledzik a Magyar Nemzeti Bank elnöke, aki, szeretném még egyszer hangsúlyozni, nem egy magáncégnek a menedzsere, hanem egy részvénytársasági formába szervezett alkotmányos intézménynek a parlament által felhatalmazott vezetője. Köszönöm szépen!